A 180-as csoport magyar avantgárd zenészek 14 fős társasága, amely 1979 óta dolgozik együtt. A tagok közül négyen maguk is zeneszerzők. A 70-es évektől a világ zenei életében döntő változást hozó minimál zenét játsszák koncertjeiken és eddigi lemezeiken. Filmünk a 180-as csoport zenei törekvései mellett a társművészetekkel kialakult szoros kapcsolatukat is bemutatja hazai és külföldi vendégek közreműködésével. Először 1977-ben jártam Magyarországon, Jenei Zoltán meghívására. Vele 1976-ban a Velencei Biennálén találkoztam, és ennek hatására jöttem el, de csak rövid időre. Akkor nem jött ki a tévé, ugye? Hát ilyen az élet. De néhány zenésznek, Jeneihez hasonló korú, vagy saját korombeli zenésznek felkeltettem az érdeklődését, és találkoztam is velük. Ha van ideje egy mulatságos történet meghallgatására, akkor elmondom. Legalábbis én mulatságosnak tartom. Tehát azt mondja, hogy elengeded a váltás pillanatában elengeded egy picit hangot. Ez nem kéne, hanem... In the summer of 1983, 1983 nyarán valaki telefonon keresett Vermontban, ahol a feleségemmel és a fiammal a nyarakat szoktuk tölteni, mert gyönyörű hely. És felüldülés New York után. Egy magyar zenész hívott, Szemző Tibor. Az Octet című darabom zenéjét kérte. Azt mondtam, rendben, és találkozót beszéltünk meg egy benzinkútnál. Beszélgettünk, és kiderült, hogy van egy kis problémája, nincs annyi klarinét Magyarországon, amennyi kell. Tudja, ez egy klarinétokra írt darab. Azt mondja Tibor, az egyik klarinét helyett szeretnék oboát használni, a basszus klarinétok helyett harsonát, és az egyik basszus helyett egy rock and roll Fender basszus gitárt. Azt gondoltam, hogy ez az ember kicsit őrült. Tehát az egész 70 ezer mérföldre odébb lesz, egy kis országban, és ehhez hasonlók. Átadtam neki a zenét, aztán viszlát, sok szerencsét. Eltelt egy év, amikor egy csomag érkezett postán, Magyarországról. Egy kazetta volt benne. Na, gondoltam, ez érdekes. Feltettem a magnóra, és az Octet volt. A 180-as csoport játszotta. Ahogy hallgattam, elkezdtem sírni. Hát a zene olyan gyönyörű volt. Annyira megértették, mit is akartam benne, hogy egyszerre sírva fakadtam. Írtam Tibornak egy levelet. Tibor, fantasztikus, hogy jobban játszátok a zenémet, mint bárki más. Nagyon köszönöm, és a bármiben segítségedre lehetek. Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha Magyarországra jöhetnék. Hát ez történt. Thank you.
Úgy hiszem, ha meghallgatjuk az újabb darabjaimat, amelyeket a Zene 18 zenész számára óta írtam, és főleg, ha ismeri a Tehillimet és a sivatagi zenét, akkor a repetitív vagy minimál meghatározás nem igazán tanáló. Érvényes lehet esetleg a piano phase vagy a korábbi darabok esetében, ahol 20 percen keresztül nincs harmóniaváltás. Hogyha egy szöveggel dolgozom, abban az a nagyszerű, hogy olyan zene komponálására kényszerít, amit egyébként nem írnék. A Tehillim tisztán melodikus darab. Tehillim a héber nyelvben zsoltárt jelent. Több eredeti héber nyelvű zsoltár részletet zenésítettem meg. Talán említettem már, hogy foglalkoztam az afrikai zenével, jártam is Afrikában. Amerikában élő báli-szigeti zenészektől báli-szigeti zenét is tanultam, de világos, hogy ettől nem vagyok se afrikai, se báli-szigeti. Zsidó vagyok. But clearly I am not an African and I am not a Balinese, I'm a Jew. Nagyanyám Budapest egyik külvárosából származott. Ez tehát a másik ok, amiért szívesen jöttem ide. Szóval, amikor nekifogtam a héber nyelv tanulmányozásának, tanulás közben egyszer azt mondja a tanárom, ezek itt a mással hangzók. Tudja, a hébernek nincs betűje a magánhangzókra. Ezek a kis jelek pedig itt a magánhangzók. És ezek a jelek mik, kérdeztem. Az a zenei jelölés, mondta. Erre azt mondtam, nekem ezt is meg kell tanulnom. A Tehillim zsoltárokra írt zene. Miért ezt választottam? A zsinagógákban, Budapesten, New Yorkban vagy bárhol Európában a zsoltárok éneklésének hagyománya elveszett. A legtöbb dallam akárhol hallja, valahogy így szól. Valami szörnyű protestáns himnusz dallam, a legrosszabb. Ettől Bach is megfordulna a sírjában. Ennek pedig nincs köze semmilyen hagyományhoz. Azért választottam tehát a zsoltárokat, mert nem voltam megkötve. Szabadon komponálhattam. A zsinagóga más, mint a templom. Nem igényel új zenét. Megkívánja őrizni egyetlen ember szóló hangját, a Tórára mutató éneklő emberét. Amikor a Jónás könyvét akartam megzenésíteni, ez a dallam volt a fülemben. In the back of my mind, what I learned is Vayehi Levar Hashem Ayona Ben Amitai Lemor. Persze, a harmóniák olyanok, mint a jazzben, és Debussyhez is hasonlítanak. Az amerikaiak, magamat is beleértve, mozikban, mozgó lépcsőkön, szupermarketekben nőttek fel, Al Debussy is hollywoodi légkörben. Ez szólal meg Keith Jarrettben, sőt, valamiképpen Bud Powellben is. Nem azért, mint a Bud Powell benne volna Debussyben, hanem mert ez sugárzik Amerika levegőjéből. George Gershwinben, Aaron Copland-ben ugyanez érezhető. Bennem, az én zenémben szintén. Ez a nyelv része. Domináns akkordok kiegészítő hangokkal, néha a domináns alaphangja és a bővített négyes. A G-dur domináns és a D-moll domináns helyett, stb. Igen, ez hasonlít a jazzhez. I'm not interested in repetitive music, I'm not interested in minimalism, I'm not interested in any theory, because theory follows practice. Tehát az elmélet a gyakorlatot követi, ezért nem érdekel semmiféle zene, se a minimál, se a repetitív zene, ezzel nem foglalkozom. A négyes hangzat szabályait epigonok alkották meg, Bach halála után, aki viszont azokat a gyakorlatban hozta létre jó zenei érzékkel. Romantikus emberré változott ez a kérdés. Jó kérdés, köszönöm, hogy feltette. Szeretnék komolyan válaszolni rá. Piano phase, that there would be emotional content, because there was always emotion for me.
tehát mindig reméltem a drummingban is, és a piano fészben, hogy megszólalnak ezek az érzelmek, mert amikor írtam, érzelmek voltak bennem. But it's a different kind of emotion. De ez egy másfajta érzelem. And I was a younger and a different person. És akkor fiatalabb voltam, és egészen más ember. And the world in which I was living was different too. És a világ is, amelyben éltem, más volt. And I think it would be good now. Talán jó lenne, ha inkább meghallgatnánk azt a fajta zenét is. Két zongorista következik, akik a Piano Face című 1967-ben írt darabomat mutatják. Thank you.
Tulajdonképpen a múlt századtól kezdődött az a zenei gyakorlat, amikor adott hangszereken interpretálták régebbi koroknak a zenét. Addig ez a gyakorlat ismeretlen volt, és ami ezzel összefügg, hogy ezeket a zenéket szükségképpen azokon a hangszereken is játszották, amelyekre ezek a zenék íródtak. Ez bizonyos értelemben meghatározza az írandó vagy az írott zenének a jellegét is, hogy milyen hangszerre íródnak ezek a zenék. Annak ellenére, hogy egy-egy hangszernek a lehetőségét mondjuk ebben a században már elég szélsőségesen kitágították, de új hangszereket nem konstruáltak, elsősorban annak a zenei gyakorlatnak a következtében, hogy a koncerttermekben fölhangzó zenének a 99%-a régi zene, és régi hangszerekre íródnak. A további 1%-nak a 99%-a új zene, ami szintén régi hangszerekre íródott. Tehát elenyésző része az, ami részben elektronikára, ugye, ami a mai kor terméke, részben újonnan kiagyalt hangszerekre, és ennek következtében teljesen új hangzásokra épül. Ezzel nem minősítettem semmit, én nem mondom, hogy ez rossz vagy jó, de nagyon fontosnak tartottuk ezt az itteni közönségnek is bemutatni, egy ilyen, hogy úgy mondjam, első kézből prezentálni az itteni közönségnek, egy olyan kiváló művész, mint Arnold Dreyblatt és az ő zenekara közvetítésében.
improvizáció, vagy pedig szorosan, szigorúan vett játszott zene, amit hallunk? Az ő zenéjük nagyon szigorúan kötött zene, és azt mondhatom, hogy nincs is benne semmiféle rögtönzés. Az a kotta, amit látni lehet, az sehogy sem hasonlít klasszikus értelemben vett kottára. Ez részben már egy vázlata csak annak, ami ott szól, amely a zenészek számára készült, és ebben bizonyos időtartamok, bizonyos hangolási szisztémák, amelyek a felhangrendszerre épülnek, a természetes felhangrendszerre, és ezért is van aztán az, hogy nagyon konszonáns az egész hangzáskép. Vagyis harmonikusnak halljuk, szépnek vagyis, halljuk. Vagyis szépnek halljuk, ugye? Kellemes a fül számára. Ez tényleg semmi másféle kottához nem hasonlítható. Másféle zenéhez szükségképpen egy másféle lejegyzés tartozik. Ez a zene, amit Arnold Reiblatt és az Izgatott Húrok zenekarától hallottunk a Petőfi csarnokban, mennyire jellemzi a világ mai zenéjét? Milyen jövője van? Lesz-e ebből valaha jellemző zenei stílus? Ma már, amikor egyidejűleg élnek különböző korok és különböző földrajzi területek egy pillanatban, ugye az indiai zenei kultúra és a modern elektronika, akkor a mi számunkra és a csoport számára is rendkívül fontos az, hogy egy személyes hangon szólaljunk meg, függetlenül attól, hogy milyen zenei stílust képviselünk. Jól lehet, ebben a filmben az összes megszólaló együttes vagy szerző valamilyen módon a minimál zenének a gyűjtő fogalmába fér bele, és hogy ez mennyire fontos, vagy mennyire lesz fontos az eljövendő idők számára, ezt nem tudom, de a mi korunk számára ezért is csináljuk ezt az egész dolgot, és ezért is próbáltunk és próbálunk időről időre vendégek révén is ebbe bepillantást adni. Egy személyes hang a szavatlanul fontos.